Én mikor ismertem föl azt, hogy ez nem az az érzés, hogy rámit szükség van, az, ö, azt én hamarabb megéreztem, mint ahogy. Ö, ezen fordítottam volna. Nem jó, hogyha engem irányítanak személyek, hanem a belső vezérlés működik nálam. Olyan feladatok megtaláltak, amik igazi örömet okoztak, azért az nagyon sok volt az utóbbi időben. Amiben én hiszek, az az, hogy nem mi irányítunk, hanem van egy felsőbb erő, a közéletben való figyelem, és Tudatra ébredés az elnyomottságból szerintem ez kinyílóban van, és fordul át az az energia, ami, ami le volt nyomva. Az a jó, hogyha van történés, vagy nem érzem azt, hogy, hogy állok egy helybe. Nekem az a jó. Üdvözlöm Önöket, Kerekes Éva, a Bóta Café Vendége ugye az Örkény kiváló színésze, előtte volt Madács az Ladnóti, mindenféle egyéb, és most meg itt van vele Lizi kutyája is, nem tudom mennyire sikerül látni, sikerül, sikerül látni. hány éves? Lizi 13. Ú, már sok, sok. Hát nem kevés, igen. És miért fontos neked? Ő valójában Julikával lakik a nagy lányommal, csak ő most vizsgázik és Aha. időszakonként ott van velem légy. És ilyenkor nem lehet egyedül hajtni már. Nem, mert ugat. A, nagyon? <gül> <gül> hát annyira, hogy szóltak a házlakói, szóval hát kertes házban laktunk sokáig, és ő hozzá volt szokva, hogy Aha. van egy légtér, ahova kiléphet, és ha egyedül van a lakásban, azt nem bírja. Aha. Nálam meg van két cica is, szóval velük se hagynám ott. Ja, egy árvasban, szóval, de. van, van, hogy velem van, de inkább Julikával. Mondtad egy olyat, <coughs> ami én őszintén szóval elméláztam, hogy az mennyire lehet igaz, hogy minden feladat akkor találja meg az embert, amikor készen van rá. Az azt is jelenti, hogy akkor hiszel az eleve rendelésben? Én, én abban hiszek, szerintem sokféleképpen meg lehet fogalmazni. Amiben én hiszek, az az, hogy nem mi irányítunk, hanem van egy felsőbb erő, Aha. egy nagyobb erő. Ő ö, Isten neked vagy? Isten mindenható egy, egy, egy nagyobb erő. Nálamnál nagyobb, és amikor én úgy értem a kész vagyokot, hogy be tudom engedni az életembe azt, amire valóban felkészültem olyan szempontból, hogy be tudom engedni, tehát meg tudom látni, meg tudom élni, el tudom fogadni, akkor érkezik meg. És én nekem minden személy, minden olyan élethelyzet, amit le tudok kódolni, mert annyira jelentőségteljes volt, hogy kódolni vágyott, vágyodott a helyzet, azok mind akkor érkeztek meg, amikor, nem akkor, amikor vágyakoztam utána, vagy érte, hanem amikor ezt be tudtam engedni az életembe. Mondasz egy példát is? Tulajdonképpen, hogyha egy picit Magasabbról, tehát hogy rá tudok látni hmm. az életemre igazából minden egyes, akár a megszületésem, akár az, hogy milyen szülőköz, milyen családba, milyen időszakba voltam a Kaposvári Színház közelébe, illetve a küszöbön át is. Mert hogy léptem. A Kaposvári vagyok, igen, és ö, ö, tulajdonképpen ugyanaz a a csoportosulás felköltözött vagy felkerült Budapestre, majd, hogy nem az Őrkény Színházba, akikkel én ott tizen éves koromban először találkoztam. Szerintem ez sem mondható véletlennek. Ö, az, hogy milyen ö, emberekkel, személyekkel találkoztam, vagy kik, ö, kik azok, akik engem útba tudtak igazítani, vagy meg tudtak erősíteni, ö, azzal a az érzéssel, hogy értenek, és hogy jó irányba megyek, és ö, miben erősítettek meg, az mindig egy keskenyös fény volt, ö, és ö, ö, egy, egy és keskeny, ez a lényege. Hogy, ö, Tehát, hogy nem kellett nagyobb döntened, hogy erre menjek, arra menjek, amara, azt tudom, hogy az egyetemű volt, hogy színésznek színész. Nem, nem jó, hogyha engem irányítanak személyek, hanem a belső vezérlés működik nálam. Azt hiszem, Aha. így a legegyszerűbb. Na, de figyelj, a Kaposvári Színház fénykorában voltál te ott, ugye, gyerkődsz, és akkor Netán emiatt is lett az, hogy te színészakasz lenni, hogy az hogy hú, de jó volt neked. Szerintem nem egyikből jött a másik, hanem ez volt, én úgy gondolom, hogy én ezért születtem, tehát az életfeladatom az ö, mindenképpen egyértelmű volt, mindig is egyirányú, és nem véletlen, hogy ö, pont ö, akkor volt a fénykor. Én úgy gondolom, hogy nem véletlen. Ja, az is miattad volt, <laughs> hogy, hogy belőled színész legyen, hogy akkor ott neked pont, ez annyira tetszett. Láthatam, inkább így mondanám. De tehát az az, nem nekem ez... csinálták, hanem... Ö, megkaphattam azt, hogy ott lehettem. Inkább így De De be is jártál belőle Persze, 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 bejártam. Gimiskoromba hetente négyszer biztos, hogy ott voltam, hanem ötször, minden darabot. De nézőtéren vagy hátra mentél? A a nézőtéren a... Szép... be, is, aztán be, be, már bementem. Azért mondtam a küszöböt, mert be, be beléptem. Arra én nem emlékszem, hát én is rengeteget jártam egyetem, és Tudom, akkor még, még egyszer. Igen, még egyetem nem voltam Ú, újságíró. És olyan jó, nyitott ház volt az. Tehát nem nagyon kérdezte a portás, hogy na, akkor hova, hova, és miért uh -huh. megyek be, amikor én nekem semmi közöm a társulatot. Aztán már lehet, hogy úgy hitte, hogy van, de, 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 hogy hogy leengedtek emereket, és a színészek is nyitottak voltak ott a büfében, tehát, hogy lehetett velük dumálni, lehetett. nem az volt, hogy hú, én vagyok, ha nem tudom ki, mármint, hogy ők, hanem mm. hanem olyan haveri volt a viszony. Igen, igen, ez én pontosan emlékszem arra az esetre. Én Lukács Andort találtam meg, mint beszélgető partnert, akit egyszer egy ilyen nagy esős délután a gimnáziumban. Hétvégén volt valami összejövetel, vagy a diák játszó, ahova jártam, ott volt egy ilyen buli, és akkor egy csúcsos adott a meg nem értettség bennem, és akkor az egyik barátom azt mondta, hogy neked az Andorral kell beszélned, és piros gumicsizmába csapzott hajjal bementünk a portára. Ő személyesen ismerte Andort, és bemutatott neki, és én így tulajdonképpen egy, ha nem tudom, egy pár órán keresztül el, el, meg tudtam osztani vele mindent, ami nekem fontos volt, és valamiért ő, ő megértette, és meglátta, hogy... Pedig ő volt a nagy hallgatag abban a társulatban, tehát hát olyan most olyan, füleszel, <laughs> szel, ja, olyan Itt a a füles, ez a <laughs> mély <Mélabús> hallgatag. <laughs> ö, nagyon figyelmes hallgatás volt, szóval kíváncsi volt rám, és kíváncsi volt arra, hogy hogy, hogy vele ö, osztanám meg egy 16 éves lánya a nagy gondolatait, de nem érzékeltem, hogy közöttünk olyan idősáv lenne, hogy, hogy ne úgy nézett volna rám, mint egy teljesen egyenrangú partnerre, vagy És mik voltak azok a nagy gondolatok? A nagy gondolataim azt hiszem, hogy ezt feltétlen idézőjelben mondom, súlyánál fogva éreztem nagynak. Azt hiszem, hogy a léptéke inkább abban mutatkozott meg, hogy vissza-visszatérő volt, és nem tudtam ö, valami olyasmibe besimulni, ami egy elvárás volt ö, a közegembe, egy ö, valami fajta sémaszerű megfelelés, vagy hát egyszerűen csak az hiszem, hogy valami tanulási ö, eredményt kellett volna felmutatni a gimnáziumban, és engem ö, csak a színház érdekelt. És emiatt volt egy ilyen nem, Elutasítottságot éreztem, vagy egy meg nem értést, ami feltételezhetően belőle merett. Te mert rossz tanuló voltál? Megbuktam egy párszor matek, ne. fizika, kémia, de amúgy nem éreztem magam rossz tanulónak, mert ami befogadható volt számomra, és ami érdekelt, az arra mindig emlékszem. Uh -huh. Tehát akkor az mélyebbre megy mindig. Igen, hát ez a magyar iskola rendszer, hogy mindenkire ráhúzzák ugyanazt a tanyanyagot, és ha valami nem érdekli, akkor is megpróbálják beleverni, hát és igen, abból nem, meg nem kap többet, nem akarják, amiből meglátni, meg többet szeretne beszippantani. Neked már vannak gyerekeid, ugye? Igen, hát Jócskán igen, nyilván meg, tudod. Igen, megtörtént hogy... velünk is. Azt hiszem, hogy az a lényeg, hogy nem akarják meglátni az emberek a másikban a másságot. Mert egyszerűbb úgy kezelni, hogy én irányítom, és te megcsináld azt, amit elvárok tőle. Tehát ez egy alap dolog, és nem feltétlen csak az iskolai rendszerre vonatkozik, szerintem. Nem evidens meglátni a másikban a másikat, hogyha te őt vezeted és irányítod. És te tényleg, fels... hogyha látsz, bocsánat, egy furcsának, vagy általad furcsának tartott embert, akkor rögtön elkezd érdekelni, hogy na, nem ér ilyen? Nem hiszem, hogy furcsának kell, hogy legyen, hanem valami felkelt az érdeklődésemet benne. De az lehet, hogy csak egy szimpla figyelem, vagy egy másra hangoltság. A, a különlegességet inkább abban érzem, hogyha tudunk találkozni egy más szinten. És ez mitől függ? Akkor megjelenik valami más energia, más erő, és ö, nem hagy békén, nem hagy nyugodni, nem tudom kikerülni, ha esetleg ki akarnám, ö, és megjelenik valami transzcendens, ami. Ö, lehet, érezni, hogy vele dolgod van. Lehet, sok mindenért lehet. Valami tanulnivaló van ott, és azok nagyon egyértelműek és kikerülhetetlen. És ezeket szerintem összetéveszthetetlenül fel lehet ismerni. Tehát ezt te rögtön megismered, hogy na, ezzel vagy Én meg azt érzed, megérzem, hogy, na, van valami különös erő. Talán azt tudom megkülönböztetni, hogy valami kölcsönösebb köt a másikhoz, tehát valami a sebekre elég érzékeny vagyok, vagy olyasmi, ami, ami valamint túlmutat, hogyha azon átmegyünk. Fordítva nem volt még, hogy hú, ezt hogy utálom, és aztán nagyon megszeretted? Nem választom külön, hogy utálom, vagy szeretem, hanem valami más figyelem kerül bele. Nem, nem, nem választom azt, hogy külön, se az hogy most ez jó nekem, A vagy végül rossz. Is ez az utálat hanem, is egy figyelem. Hát, nem tudom, hogy utálok-e. Inkább olyan van, hogy talán valami irritál, vagy piszkál, vagy ellent kell mondjak, vagy nem kell hagyjam magam, hogy hogy tehát az, az mindig bennem van, hogyha valami erős érzelmet kivált valaki, vagy valami. Annak a gyökere bennem van. Valamiért nem tudok azon túl jutni. Ö, igen, valami ilyesmi. Mi szokott Ö, Hogyha nem akarnak meglátni. Hogyha... Evidenciának gondolják, hogy az ő igazsága az letörölhetetlen, és irányítani akarnak, manipulálni, azt gondolni, hogy nincs bennem kellő erő, vagy ha nem tisztelnek, de abban is azt hiszem, hogy felnőtt tudjon lenni egy ember, <kül> arról elsősorban ő tehet. Tehát azon én tudok változtatni. Na lehet végül is a rendező is irányít, meg nyilván a színművészetén a tanárok De van jóféle irányítás. A, azt, azt, nem tudom elfogadni, hogyha nem tekint engem is alkotótársnak, vagy legalábbis az esélyét nem adja meg annak, hogy, hogy együtt haladjunk. De én vágyom kifejezetten azt, hogy irányítson, érezzem, lássam a vízióját. Végül is ő kezdeményezi a találkozást, ő indítja el azt a találkozást, hogy mi mit hozzunk létre. Tehát én ezt egyértelműen vágyom, nem elvárom, de vágyom. És az együtthaladás az szerintem elengedhetetlen. Valaki, Hogyha győzni akar, akkor a másikat le akarja győzni, vagy a saját félelmeit. Hát elég összetett dolog, de közben meg talán elég egyszerű is. Neked a színművészeti jó volt? Ugye Kerényi Imre? Nekem jó volt, nekem husztia. nagyon felszabadító volt. Pont Osztály. talán Kerényi Huszti osztályba jártam, pont talán azután a gimnáziumi sikertelen évek miatt egy nagy otthonra találás volt nekem. Így hirtelen kijött a humorom, hogy, hogy hasonló szőrű emberekkel vagyok, hogy, hogy van egy hely, ahol olyanok valahogy abba a medencébe uszkálunk, egy medencébe, olyan ismerős volt. Tehát nekem nagyon felemelő volt, és felszabadító. Az a közeg és az a bánásmód és az a ö, embernek tekintés, és ö, hogy ebben van nekem tehetsége, az mm -hmm. ugyan egyértelmű. Azt ö, időnként ajtók szoktad mondani magadnak, hogy neved magad mm -hmm. túl komolyan, és hogy meglepődsz azon, hogy időnként elveszted a humorod. Az mm -hmm. mikor van? Hát a túl komolyan veszem, <laughs> gondolom. Na de, <laughs> Igen. és az mikor van? Ma, talán, ha megijedek, vagy ö, nem látok ki a sűrűjéből, és akkor olyan. Ö, a komolyan vétel inkább ö, olyasmi alapokon van, hogy, ö, hogy nehogy eltévedjek, nehogy ö, ne ismerjek föl valamit, ami nem engem szolgál, és ö, eltévedek. Na, megint mondja egy példát, Léci. Nekem nagy tanulási folyamat, ö, nem teszem múlt időben, mert még szerintem mindig tart. Ö, az, hogy kiismerem a, az embereknek ö, azt a ö, tulajdonságát, hogy, ö, hogy nem kell rögtön mindent. Ö, tehát ha meg akarok fejteni mindenkit, hogy nehogy valahogy átejtsen, vagy ne ismerjen föl, hogy engem valamire föl akar használni. És hogyha érzek egy olyan helyzetet, hogy vagy el akarja nyomni az erőmet, hogy, hogy irányíthasson, vagy valahogy olyan helyzetekbe hoz, hogy alárendeljem magam. Tehát nekem ez egy ilyen elsődleges tanulás az egész életemre. De ez inkább párkapcsolati, vagy ez színház. Ez minden, minden, minden téren, mert ez minden kapcsolatra kihat. Tehát nem, nem szelektálom, hogy csak azzal, akivel uh, intim kapcsolatban vagyok. Uh, igen, de... Uh, az elveszettség elsősorban akkor én magam veszítem el az éberségemet. Tehát valamiért elkezdek védekezni, és nem látom tisztán a helyzetet, és vagy elkezdek védekezni, vagy bezárkózok, vagy picit úgy bealtatom magam, mintha nem is lenne, és az éberség az egyedüli, ami ezeken az elveszettség ellenszere mint mindennek az ellenszere. De miből áll az ébesség? Az Nagyon-nagyon figyelsz, vagy mi? mi, mi, mi abba, az? Abban van az ébesség, hogy nem automatizmusok szerint vagyok jelen, nem sémák szerint, hanem figyelem, hogy amit... Tehát én szeretnék most itt ebbe a helyzetbe válaszolni, nem megkerülve valamit, mert nem tudom miért, hanem hogy teljesen itt tudjak lenni. Szerintem az az éberség, egy éber figyelem, kifele, befele, és ez maga a jelenlét. Suzán, e, engem is figyelsz, hogy nem kérdezek valamit, is nem úgy Nem úgy figyellek, hanem szeretnék itt lenni teljesen, Aha. és akkor befogadom a lényeget. Uh -huh. De nem tesztellek, vagy monitorozlak, hanem. Szeretnék itt lenni. Uh -huh. Mert ha nem vagyok itt teljesen, akkor kikezdhető a valami. Ez tulajdonképpen kicsit gyermeki is, nem? Hogy annyira bele tudja élni magát egy szituba, és neked a pályát tényleg egy gyerek szereppel indult, mert uh -huh. légy jobb, mint halálig. Most ebben nem látom az összefüggést. A gyermekkilét az azért előtte van annak, hogy tudatosan uh, éljük az életünket. De ő is nagyon tud koncentrálni. Sokkal jobban tud Igen, igen, koncentrálni csak ő, mi a gyerek mi? inkább hagyatkozik. Tehát van egy olyan uh, fázisban van még, amikor még nem megy át azon, hogy ő neki vállalni kell magáért a felelősséget. Az egy teljesen odaadó állapot, amihez el lehet jutni, de a tudatosság kikerülésével nem lehet. De a Micsi, az szinten ilyen repülő rajt volt, nem? Annak eljátszása a nemzetiben. Hát, hogy repülő azt nem tudom milyen. Hát ö... azt úgy mindenki hát el, el, elindultam. Közönség is elindultam. és szerintem te is, nem? Elindultam, ez tény, igen. Meg nagyon jó helyzetbe hozott az osztályfőnököm, tehát mindenképpen egy indulási pont volt, de azért ő mindig ott volt kezdettől fogva. Kerényi rendezte. Nem, ő Békés András rendezte. Ja, Békés An de igen. ő is osztályfőnök volt? Nem, vagy? nem, ő, ő, ő szerintem azért kérték föl, mert Itala is Benne volt testvére békés itala egy ilyen csomagba talán, vagy legalábbis hasonlóba, és ő nekik a debreceni közeg, a én azt gondolom, hogy azért Aha. őt, őt visszák meg ezzel a rendezéssel. Én őt előtte nem ismertem békés András, mert nem dolgoztunk együtt, meg uh -huh. nem is tanított. Szóval ő egy, egy iránytű egyszer csak oda fordult úgy kerültünk össze. De jó, jó volt. Hát nagyon szerettem játszani, és igen, lehet, hogy nem vagyok teljesen ponnyilas, Misi is, de Mert... hát én azt hiszem azért egy kicsit lágyabb vagyok, vagy a misi volt, volt valami olyan közepe, amit azért picit keresgetnem kellett. Azért én mégiscsak lány vagyok. <laughs> de a tisztasága és a igen, elsősorban a tisztasága, azzal tudtam azonosulni. Mm -hmm. Meg a, a. hogy milyen, amikor egy olyan közegbe, így, így megpróbálnak kikezdenek, akik megérzik valami gyengeséget vagy ártatlanságot, és nem tudod még megvédeni magad. És volt neked ilyen? Nem pont egy ilyen körvonallal, hogy kikezzenek, de az, hogy meg tudjam védeni magam, az, azért meg kellett. Meg kellett érte harcolnom. De mitől, kitől kellett megvédeni magam? Saját magamban eljutni arra a, az önerőre, hogy ne függjek külső dolgoktól. De ez mindenféle helyzetekre is tudom vonatkoztatni. Tehát, hogy nem lehet egy pont után hagyatkozni. És arra, hogy, hogy, hogy mindenki úgy meg lehet bízni, és el lehet hinni azt, hogy, hogy, majd ő vezet. Az, az kell, hogy én belülről a, a, a mélyebb részem vezessen, és akkor nem tévedek el, amivel kezdtük a beszélgetést. De ez egy út. Van neked egy olyan hasonló mondatod, hogy Hát az a kérdés, hogy valaki mennyit tud veszíteni a szabadsága kiküzdéséért. Tehát, hogy vállalja-e akkor is önmagát és a szabadságot, hogyha ezzel veszít. Hát minden esetre ki kell állni magunkért, tehát hogyha az a szabadság, már pedig a szabadság az, hogy ne legyek olyan helyzetben, ami, nekem ö, hogy is mondjam, nem, nem egyértelműen arról van szó, hogy nem jó, hanem ö, nem érzem benne magam, ö, hogy meg tudom haladni abba a helyzetben magam, tehát hogy tudok fejlődni, Hogyha az, az határol be, én akkor nem érzem szabadnak magam. De ez nem feltétlenül mindig egy kényelmes és egy, egy puha helyzet. Nem elsősorban a kényelemről szól, hanem arról, hogy mindig lépjek egy olyan helyzetbe, ahol, ahol tudok fejlődni. Azt hiszem, hogy ez a lényeg. Voltak, akik ezt gátolták? Azt hiszem, hogy soha nem mások gátolják, hanem én magam azt gondolom, hogy most meg lehet egy kicsit pihenni, vagy már ez most így már elég jó, és mindig visszaütközik az, hogyha, hogyha nem elég jó. Na de hát olyan is csak ma, hogy azért más gátolja hát azért. Igen, azt hiszem azért fogalmazom így, mert nekem az a felszabadító, hogyha úgy azt tudom, hogy én tudok magamon segíteni. Tehát, hogyha más gátol, akkor azt ismerjem föl, és az én kezemben legyen az, hogy hogy hogyan tudom megakadályozni. De, de és ha nem tudod, hát olyan is van. Akkor he? megteszek mindent, és hogyha nem megy, akkor kilépek a helyzetből. Aha de megteszek mindent, megpróbálok mindent megtenni, hogy érezzem, hogy én is beletettem mindent, és ö, ö, akármilyen szorító tényező, ahol már nagyon feszít, vagy kellemetlen, ott azon, hogyha sikerül átmennem, és ö, akkor mindig lehet érezni egy olyan erőt, ami tudom, hogy ez, ez most már az enyém, és akkor tudom, hogy átítottam valami szorosan. Mondjuk az, amikor azt mondtad, ami kicsit meglepett, de, de, hát nyilván így volt, hogy, hogy te, aki mindig elmondott, hogy az örkény színház a bázisod. Vagy egyszer csak úgy érezted, hogy, hogy nincs, nincs, olyan nagy rád szükség, és akkor mentél vidékre. És játszani, ez egy ilyen? Igen, ez így volt. Ez így volt. De ez is egy folyamat része. Tehát az, hogy miből mi jött, és én mikor ismertem föl azt, hogy ez nem az az érzés, hogy rám itt szükség van, az, azt én hamarabb megéreztem, mint ahogy ezen fordítottam volna. Azt hiszem, hogy ez volt a nehézsége inkább. Kicsit tovább benne maradtam, mint, mint ahogy már bizonyos volt. És szerintem miért nem volt rá szükség? Miközben előtte meg szükség volt, hát szinte le se jöttél -e a színpadról. Képzeld el, hogy ennek a, a teljesen tiszta megfejtése még nincs meg nekem. Mert valahogy együtt van azzal, hogy én is változtam, más, másképpen álltam a dolgokhoz, jobban képviseltem magam, nem volt olyan evidens, hogy mindent úgy alakítok, hogy akárhogy is van, én találjam meg benne a szabadságomat, hanem belálltam olyan helyzetekbe is, ami berégebben nem. De mi be például? Hát, hogyha valami nem tetszik, vagy nem... Nem rögtön az volt a reflex, hogy így van, így van, de majd én ezt valahogy átfordítom oda, hogy meg tudjam oldani, vagy nem tudom, ez egy pici dolog, de belül elég szövevényes. Most nem szeretném ezzel nagyon húzni az időt. Jó, de hogy, hogy tényleg volt egy időszak, amikor az ember csak egy pislogott, hogy mondjuk Arturo új, tehát egy egy férfi szerep a tetejébe, úgy nyilas misi után jó van, és hát a tetejében egy diktátor, hát ez, az lényegében ugye Hitlernek a másha ez a direkt figura. vagy éppen nő a múltból, ahol hát soha nem fogom elfejteni, a, a gyönyörűséges piros kabátba bejött el, szintén gyönyörűségesen. És hát ezernyi szint megmutathattál a női ségedből, és ezt a kettőt nem is volt olyan nagyon távol egymástól, nem? Még eljátszhattad a világ egyik leggennyesebb emberét. Ez volt a nagyon jó állapot, nem? Az, az volt a teteje szerintem ugye? Te ugye. Igen, Én az is volt a gondol. teteje, meg a, a Nóra, a Jelinek Nóra, amit még Zsótér Sándorral rende... ő rendezett, Ű... azt nem láttad? De Igen, még... szerintem még ez is oda tartozott. Nagyon szerettem még a... egyébként, ami később volt, a, a lótot, amit Kovalik Balázs rendezett, ő vele nagyon jó volt dolgozni, de indultak, ugye? Lizi működésben lépett. A múlt kikívánkozott belőle, meg, meg a patikát is szerettem, de tény, hogy nem tudom, mert ez, ez lehet, hogy egy következő beszélgetésre erről már fogok tudni. Lehet, hogy ez még nekem most fáj. Na, nyilván és... ezen, miközben ugye szokták rólad mondani, te is mondod magadról, hogy te, hogy hú, de milyen ösztönös vagy, és hogy később szoktál rájönni dolgokra. Hát persze, hogy azért ez egy elég látványos jelenség, de nincs meg a tiszta válaszom. Tehát nem tudom benne a saját felelősségemet még tisztán vállalni. Hogy hol, és ez biztos, hogy a te felelősséged? Hát egyelőre én még csak ezt nem tudom. Ilyenkor mi ilyesmi, mindig magadra Te lehet, hogy nem is nem, hanem azt meg kell keresnem, hogy nekem hol van benne a felelősségem. Uh -huh. Mert. Uh, de ez nem lehet, hogy a színháznak van felelőssége? De szerintem a színháznak is van felelőssége, csak uh, én magammal tudom egyelőre ezt még tisztázni. Uh -huh. Na most ilyenkor szoktak. Menekülő út vannak lenni. Mondjuk önálló est. Neked lett egy monodráma azért az ema. Igen, 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 igen. Szokott lenni szappanoperába, te nem, úgy tudom, hogy nem, nem akadtál bele másra. Hívtak egyébként? Nem, nem hívtak soha szappanoperába. De hogy te úgy nagyon nem is szeretsz forgatni, De nem? É, nem tudom, hogy, hogy szeretek-e. Igazából ami ö, olyan feladatok megtaláltak, amik igazi örömet okoztak, azért az nagyon sok volt az utóbbi időben. Dunajvárosban dolgoztam kétszer, nagyon szeretek abba a közegbe visszajárni, jövőre is visszamegyek egyet játszani. Voltam a mezitlába parkban az Orlai, produkcióba, belvárosiba. És abban milyen oltár? az nem megy már? De megy. Milyen megy. oltári hogy egy oltári ilyen elviselhetetlen anyát játszott, aki halálra rölgi magát a és. is. Ö, igazából lehet, hogy csak azért soroltam most ezeket, hogy nekem ezek igazi örömet okoztak, és nagyon tanulságos volt minden olyan Ja, és az elemet nem is mondtam, ami az egyik kedvencem, H. János darabja, mm. az kénébe. Ö, Mucsi Zoltánnal, Mucsi Zoltánnal Bérces László rendezte, igazi ötvenet játszottunk már belőle, és lehet, hogy nem az őrkény színházban van, de én nekem egy nagyon nagy élmény, és nagyon-nagyon szeretjük. ezt egy egészen kiváló előadásnak gondolom. És az egy olyan igazi mély fúrás. Mély Tehát abban, hogy benne van meg az lehet, élet, Kábor. meg a halál is nagyon. Igen. Szóval, hogy azt hiszem, hogy azt akarom kihámozni ebből a fejezetből, hogy lehet, hogy az, hogy valóban tovább tudjak lépni, és egy más minőség tudjon megszületni, ahhoz egy ilyen helyzet kell lett, és kell, mert hogy ez még jelen idejű, hogy ez van, és nagyon vágyom a külső munkákat, és nem csak az, hogy, hogy új emberekkel nem a megismerkedés, hanem egyszerűen egy másfajta odafordulás, és másnak tudnak látni ők is engem. Mit benn mással? Nincs az emlékeikben, rólam hordozott sok emlék. 24 éve vagyok az örkénybe, Azért ez. minden árnyékával, gyönyörű ajándékaival és a legtöbb találkozással nem beszélve Paliról, már csak párról, akit 18 éves korom óta ismerek. Ez egy hosszú, komoly időszak, és azért nem feltétlenül Emelném azt ki, hogy egyszer csak nem foglalkozott velem a színház olyan mélységben, hogy előtte, mert lehet, hogy ez időszerű volt. Na de ha a 18 éves korod óta ismert meg a Palit, akkor nem lehetett volna ezt vele megdumálni? Előre? Vagy... Nem. Vagy hát hogy... Amikor már azt éreztet, hogy gáz van, hogy... Nem, nem, nem feltétlen ismeri föl az ember abban a pillanatban, hogy gáz van. Egyszerűen, Na de amikor, amikor már felismerted, ő, akkor, akkor Nem lehetett volna megdumálni, hogy is akkor miért? most akkor beszéltünk nem kapok róla. Olyan róla nagy szerepet vagy beszéltünk még. róla, de erre valódi olyan fajta válasz nem jött, hogy ez megváltozott volna. És ö, akkor ezen mégiscsak nekem kellett változtatnom. De ezek nem egyik napról a másikra történtek, és nem is úgy, hogy egyszer csak elfordulnak tőled, hanem ez így átváltozott. De azt nem mondom, hogy feltétlenül fel van térképezve bennem, és ne lenne benne fájdalom. Azt nem tudom kimondani. Az Arturo újhoz hogy bányáztad elő magadból azt a temérdet gonoszságot? Képzeld el, Gábor, hogy ebbe én tulajdonképpen nem tudom, hogy mennyire emlékszel vissza, de én egy törékeny virágszál voltam. Tehát, hogy én nekem pont elsődlegesen a legnaívabb és a legártatlanabb én emet fordítottam arra a szöveg és maga a helyzet. Ennek a kettőnek az ellenmondása adta ki azt, hogy te most így kérdezed ezt tőlem, de én ott egy teljesen naív és ártatlan odafordulással voltam a szerep felé, és nem kérdőjeleztem azt meg, hogy a legjobbat cselekszem szerepem szerint. Ez volt benne, a, azt hiszem, hogy a kiemelkedő. Ennek a kettősége, és az, hogy Zsót és Sándor ezt meglátta, és ha emlékszel, egy rózsának voltam öltözve, Kéne. és az attitűdöm is egy teljesen naív és tiszta odafordulás volt mindenki felé, de a cselekedetei azzal viszont legázolt mindent. Tehát Na ennek jó, az ellentmondása. Hát tehát igen. a bányászásra mondom, hogy, hogy én nekem nem megy olyan. Kellett benne mélység, és arra is emlékszem, hogy az ilyen nagyobb szerepeimnél, aminek nagyíve van, mindig egy valami komolyabb ilyen kis bugyorból jön az egész. De, és de te nem... ezt el tudod képzelni, hogy Hitler végig azt gondolta, hogy ő tényleg egy világjobb ittó tehát ő nem tudta egy ezek, magáról, hogy mekkora Szerintem az ember. ezek mindig ilyen utolsó, utáni pillanatban jönnek szembesülések, mert különben nem tudták volna, valamiért több beszélek, de nyilván nem csak Hitler, Hitlerre, vonatkozik. Csajseszkóéknál is az utolsó utáni pillanatig, addig, amíg nem állították őket falhoz, nem tudatosodott bennük, hogy velük megtörtént az, hogy lelövik, és az nincs rendben, amit ők csináltak. Tehát szerintem ez olyan tudatállapot lehet, amikor legalábbis játszani így volt ö, ö, így volt a legüdvösebb, ö, hogy ez egy-egy tudatállapot, és nincs mérlegelés, mert abban a pillanatban, hogy bejön egy mérlegelés, egy józan felébresztő hang, abban a pillanatban összeomlik a gépezet, és nem tudja tovább azt a tervet, ami, 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 nő halad. De ezek egy része, ami történik, az azért nagyon kiszámított logikus aggyal, és manipulatív módon történik. Azt Tehát hiszem, ebben hogy nem e... hiszek, hogy ezt lehet naivitással csinálni. Én nem azt mondtam, hogy ezek az emberek naivak, és Hitler sem volt naív, de az a tudatállapot, amiből cselekszik, és az az elszántság. Én a saját szerepemre mondtam, uh -huh. hogy nekem abból kellett játszanom, de azért azt nem gondolnám, hogy Hitler naiv volt, és Csauszeszkú naiv volt, és minden olyan hatalmi ember, aki egyszer csak átfordul benne valami megalomán őrület, és valami nagyon komoly torzulás, ők nem naívak, ez természetes. Nem gondolnám, hogy naív, naivságból cselekednek. Te amúgy nagyon nem politizálsz? egyáltalán nem politizáltam, egyszerűen nem tudtam régebben befogadni azt az artikulációt, ahogy a politikusok beszélnek, és megnyilvánulnak, egyszerűen nem értettem, hogy mi, mint hogyha lenne valami hátsó szándék, és nem, nem egy tiszta... Hát, ha van is. Ha az igen, ha igen, lehet, hogy van, van igen, is. És nem volt számomra érthető az a közlésmóda, hogy és azok a, az élethelyzetek sem, amiben döntéseket hoztak, és ö, hát azért most az utóbbi időben ez megváltozott. Elég egyértelműen, és mint milyen értelme. Olyan értelemben, hogy a, a közéletben való ö, figyelem, és. Ö, tudatra ébredés, az elnyomottságból szerintem ez kinyílóban van, és fordul át az az energia, ami, ami le volt nyomva. De ez és most az országra érted, vagy magadra? A kettőt nem lehet külön választani. Tehát te is ébredezőben az... vagy? Hát minden esetre van egy remény, és van egy, van egy áramlás, ami elindult. Mm. Igen, van remény. Én úgy érzem, hogy van remény, hogy változzon ez a sötétség átfordulja. Merre mehet a pályát szerintem? Merre mehet? Uh -huh. Most jövőre megyek, Salamon András filmrendező fölkért tanítani a Lümié filmiskolába. Ö, nagyon nagy kedvem van hozzá. De ott mit? Ö, színészetet uh -huh. fogok. Ö, egészen váratlanul és erre nagyon készülök, és rengeteg tervem van, hogy soha nem csináltam még ehhez hasonlót sem, hogy azt hiszem, hogy jobban érdekel már az, hogy mi van a túloldalon, vagy hogy tudom átadni azt a töbletet, ami, ami szívesen átadnék, vagy megkeresnék más emberekbe, fiatalokba, hogy, hogy hogyan Tudnak elindulni, vagy mi az a lényegi dolog, amire lehet alapozni. Azt hiszem, erről ö, ezt meg tudom osztani, és ö, az, hogy miket fogok játszani, ö, most kisvégemőkkével fogunk az évad elején az örkény stúdióba egy saját írását ö, megosztotta velünk. Volt már egy próba és ö, nagyon különös ö, más ö, dimenzióba. Ö, de mennyiben más dimenzióba? Tehát mit játszol? Hát azt hiszem, hogy azt most így nem dobnám még be, mert ö, nagyon előttünk van, de vele nagyon várom a közös munkát. Nagyon érdekel a, a lénye, a, a víziója, a képzelete, az egész személye. Nekem nagyon tetszett, amikor láttam játszani az őrkénybe, és ö, az írása is meggyőzött arról, hogy, hogy engem ez most érte el. És azt hiszem, hogy ilyesmi következik, hogy mindig ami érkezik, azt örömmel elfogadom, mert tudom, hogy akkor ez következik. De azt most így nem látom magam előtt, hogy én a, a következő örkény fejezetben Hol vagyok, hogy vagyok, és uh, mi következik. Hát egy igazgatóváltás is. Igen, igen, igen. Ami hát nyilván, egy az új fejezet. fog be, befolyásolni. Hát mindenképpen mindenképpen egy más vezetettség. Én nem, nem tudom még, hogy ugye az jövő tavasszal lesz az átadás. Azt hiszem, hogy ezt így sem megtervezni nem lehet se, bármit előre kigondolni, hogy, hogy mi lenne az üdvös. De azt tudja, hogy ott akarsz maradni, tehát az meg se fordul, hát, nem? kíváncsi vagyok arra, hogy Polgárcsaba lesz a művészeti vezető, Káspár Máté egy, egy menedzser gondolkodású, egy gyakorlatiasabb, de egy nagyon tájékozott, stabil tudásra megalapozott ember, de nem tudom még. Nem tudok erről még nyilatkozni. Nem érzem, hogy hol érint meg, de hát lehet, hogy nem is érezhetem még, mert még nem ez van. És ö, olyan gyors fordulatok vannak, és olyan gyors változás van, hogy azt hiszem, hogy a legtöbb, amit tehetünk, vagy a leg, ö, igazabb, hogy azt, ami van, azt. Ö, A emlékezzünk meg, kövessük le valóban. Tehát az érdekes nekem kicsit, hogy mondod, hogy tanítani fogsz, mert a gyerekeiddel kapcsolatban meg mindig azt mondtad, hogy hogy csak a lényeddel akartad szinte őket tanítani, és egyébként úgy hagytad, hogy legyenek. Akkor ez most egy más? <laughs> jó, megmondtam. Nem? Hát igen, igen. Hát hagytam. Persze erről is van már azért egy gondolat mellettem, hogy hát, hogy lehet, hogy tehát a, a nemhagyás nem hagyás feltétlenül egy nagyon érett magatartás, de, de azt hiszem, hogy valami lényegesbe mégiscsak lényegeset át tudtam nekik adni, vagy nem szakadunk el úgy egymástól. És van egy érettebb együtt létünk, ami nekem nagyon nagy öröm. Kik itt élnek Magyarországon? Igen, most, most állam vizsgálat. Pető intézetben konduktornak tanul, fejlesztő pedagógus, most fejezi be a tanulmányait. Árminő az idősebb pedig a Momén uh, diplomázott fotószakon, és most meg uh, pszichológiába tanul, szóval itthon vannak uh -huh. még. <laughs> Úgyhogy uh, igen. De kezdjünk összeérni. Azt hiszem, hogy az egy jó, Na, jó mi, irány. Miben? Mi, mi Abban, hogy, uh, hogy az önállóságban, tehát uh, hogy teljesen el tudom őket engedni. Nem olyan egyszerű. Tehát azt a felelősséget, hogy ők saját magukért. Minden, minden vágyuk ez, szerintem, illetve biztos vagyok benne. De ezt el kell hinni, hogy, hogy ez megtörténhet valóban. Nem volt nekem olyan evidens ezt, ezt ö, olyan ö, igazán mélyen megélni, ezt az elszakadást vagy elengedést. Mert hogy mégse volt az úgy, ahogy mondtad, hogy te csak úgy hagyta őket? Ö, nem is az, hogy, ö, hanem abban, hogy. Én egyedül neveltem őket, és a felelősség azt hiszem, hogy hatványozottabban volt rajtam, attól, hogy én nem osztottam senkivel abba a felelősségbe, hogy ők felnőjenek. És a. Ö, igen, hogy felnőjenek. És ö, ebből a, a túlzott felelősségből, ami egy nagyobb súly volt rajtam, nehezebb is volt ö, 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 őket felnőtt számba venni, amikor már annak kellett volna lássam őket. Szóval lehet, hogy ez a két folyamat velem együtt zajlott. Végül is azt hiszem, hogy a, a felnőttségi folyamat az nem akkor ér véget, amikor, amikor elköltözünk otthonról, vagy férjhez megyünk, vagy megnősülünk, vagy gyerekünk lesz, hanem amikor valóban a felelősséget nem kívülről, akarom behozni, hanem én valóban tudom vállalni a felelősséget. Azért is megtudok magamnak minden egyes olyan pillanatér, együttérzést tudok érezni magammal, amiben ö, éretlennek kell magam még tudnom. De ez megtörtént velem, és ezzel együtt ö, velük is. Mm -hmm. Azt Lehet, hogy furcsát fogok kérdezni, de még visszatérnék a nő a múltra. Jó. Amikor azt mondtam, hogy ott a veszett nő voltál. És az változatlanul tudsz lenni a színpadon. Itt nem? nem? De, <laughs> így, de, nem persze, de most jó, a nem, nem teljesen nem akartam ebben a részben belemenni, de ha akarod, Nem, nem, nem. Szóval, hogy... hogy, <laughs> hogy, hogy Hát tényleg, amikor ott bejöttél, akkor azt hiszem, nagyon sok férfi berosált, hogy így mondjam. Tehát, hogy t -t -t -t... és erről keveset beszélünk, de hát a színpad egyik nagyon lényeges része a szexus. Tehát, hogy, hogy akár nő, akár férfi esetében beszélünk, hogy hogy higgyem el. És nálad általában mindig elhittem. Hm. Ez yes, honnan jön? Talán valami egyértelműbb <coughs> hit ö, ott összpontosulni tud a színpadon. Például emlékszem, hogy <coughs> lehet, hogy nem ide vág elsőre a válaszom, amit mondtál. Ö, emlékszem, a Sér Tamásnak rengeteg instrukciójára emlékszem, a kopasz énekesnőből. Hogyha végigmennénk így a darabon, pontosan tudnám, hogy mikor mit mondott. És ebbe a ö, a nő a múltbólban. A ser rendezte. A ser Tamás. Álltam az ajtóban, valóban, piros lakkabátban, és emlékszem egy próbára, amikor azt mondta, hogy úgy állj ott, mint hogyha egy hadsereg állna mögötted. És ezek, ezeket a, a teremtéseket meg kellett ott, ö, tényleg egy olyan mélységbe kellett lenni. Mélység, máshol mindig ez a szó jön, de... Mm, hogy ott ö, olyan, ö, a lényemnek olyan része is magabiztosan jelen van, ami ö, azt gondolom, hogy a, a, az élet többi helyzetébe ö, bizonytalanabban ö, mutatom meg. Vagy nem ilyen egyértelműen, mert nincs, ö, nem feltétlen arról van szó. Tehát igen, nem mindenki tehát te most tűzsz egy, egy, egy szerény dilemmázó viszonylag harszavú nőnek. Ott meg egy... Én nem érzem magam dilemmázónak, érdekes, hogy így mondod. Nem? <laughs> nem, nem. Ha nem? Nem, én, én nem dilemmázok, én teljesen ö, tisztán gondolom azt, amit mondok. Ez dilemma? Ahogy beszélek, hát az dilemma? Hát ja, ahogy... próbálom pontosan megfogalmazni. De ez nem dilemma bennem, ez, ö, nekem ez tisztán megvan, amit mondok, csak jól szeretném megfogalmazni. Világos. Lehet, na hogy jó, a színpadi szerepek már meg vannak fogalmazva, és abban egyértelműen... Na, ott, ott meg bejött egy tényleg iszonyúan magabiztos, a lábán nagyon álló... Hát az ö, egy szerep volt. Női Don Juan. Aha. Hát igen, és? <gül> <gül> Vagy hogy most ezzel mi a feladat? Én szerintem ez Ezekben a színpadi helyzetekben két hónapig próbáljuk, és egyszer csak egy olyan bizonyosság lesz abban, hogy az ott tudjon megtörténni, hogy mindenre kitérünk, és mindent Hogyha most ezt a felvételt egyszer fölvennék egymás után, olyan egyértelműen fogalmaznék, de nem biztos, hogy élvezetesebb lenne, mint így, hogy én végigmegyek most ezen az úton, amiket De lehet, kérdezem, hogy nem baj. Ja. Vagy, hogy ja, jó, jó. Hát, ha szület, baj, ha nem baj ez van. Nem. Egy, egy, egyetlen nem baj, ah. hogy meg a gondolatot. Ez, a, hogy... ez az egyértelműség, vagy határozottság, azt. Igen. igen, Igen. Hát lehet, hogy nem, nekem nem esik jól ilyen kész válaszokat, amiket már megfogalmaztam azt így kidobni a kártyalapjaimat, hanem ö, szeretném, hogy minden most eszembe, és az nem feltétlenül egy határozottsággal jár együtt. Vagy még nem tartok ott, hogy ennyire tisztán kommunikáljak. De az életben te voltál ennyire <laughs> határozott nő és hódító? Nem, nem jellemző. Hát lehet, hogy még van hova egyértelműsödni. Nem nem, 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 az a, az elsődleges, inkább, inkább kíváncsi vagyok, azt hiszem. Na jó, Most akkor van? mivel szeretett színházon kívül tölteni az idődet? Nagyon szeretek víz közelbe lenni, úszodában nagyon szeretek járni, nagyon szeretek mindenféle <kül> futást, ami a természethez köt. Nagyon szeretem az igazi mély kapcsolataimat megélni, mély beszélgetéseket, közelebb kerülést mindenhez, ami érdekel, és nagyon szeretek, jó, vágyom most a nyáron, hogy olvashatok és belemélyülhetek minden olyasmibe, amiben évad közben nem. Könyveket, találkozásokat, borozást, beszélgetéseket, szerelmet, mindent, ami, ami az életnek az a része, ami érdekel. De. Nincs de. De alapvetően akkor jól vagy a bőrödben. Igen, igen. Akkor maradjon így. <laughs> hát jó, vagy változzon. Tehát most az, hogy jó lenni igazából sokszor, az is jó, hogyha éppen nem tudom, nem feltétlenül jó. Az a jó, hogyha van történés, vagy nem érzem azt, hogy vagy állok egy helybe. Nekem az a jó. Ha érzem, hogy változom, és és nem vagyok ugyanolyan, mint mikor ide bejöttem. Hát akkor jó változást kívánok. Köszönöm neked is, ha igényled. Igénylem, és köszönöm, hogy jöttél. Köszönöm a beszélgetést. És önöknek is köszönöm, ha néztek minket. Kerekes Éva volt a Búltak a vendége. Viszontlátásra.